látásnevelés órán ismertette meg a gyerekekkel Szakály Ferenc a főként Kanadában népszerű intercross sportágat, amely a nagy érdeklődésnek köszönhetően szervezett egyesületi keretek között űzhető ma is. A kezdeti szárny próbálgatás után a vasi csapat meghatározó szerepet tölt be nemzetközi tornákon. A legutóbbi hétvégén 21. alkalommal rendezték meg a Pannonkupát, ahol a magyar együttesek mellett nívós riválisok is rendre tiszteletüket teszik. Idén nagy szerencsénk van, mert 7 év óta nem vett részt a szlovák csapat a Pampuk, és sikerült velük leleveznem, és a régiek, a Zolt Team itt vannak a kupán. Valakinek ezért nem volt 7 éve ütő, de nagyon szuperül játszanak, úgyhogy minket is megvertek. Ezen kívül itt vannak Bécsből az Ibox, ők is tudnak rendszeresen lenni, és Prágából minden alkalommal 3 csapat jön. Egy szuper és 2 nem olyan szuper csapat, de az igazság, hogy mind a 3 megver minket. Körmérkőzéses formában, kiváló hangulatban bonyolították le a találkozókat. Valamennyi együttesnek lehetősége volt bizonyítani a 2 nap során. A speciális szabályrendszer miatt gyors támadások jellemezték a találkozókat, emiatt a jó védekezés, a megelőzés és a kiváló kapus teljesítmény is szükséges volt a győzelemhez. Európában Csehország mellett Franciaország képvisel kimagasló játékerőt, így az esélyesség terhe nyomta a prágai csapatok vállát. A látványos mérkőzéseken szép számmal születtek gólok. A 21. Pannonkupát végül a cseh Warriors nyerte meg a városi rivális Ontario, valamint a szlovák Pampuk előtt. A házigazda magyar csapatok közül az Overkill az 5., míg a Bad Boys a 6. helyen végzett.